Sziasztok, sziasztok, kedves emberek, aki Fórum 12 vagyok, és elsősorban boldog új évet kívánok mindenkinek a 2021-es esztendőhöz, és 2021 első videóját, első videósorozatot láthattok tőlem, a FIFA 21-es Sunderland karrier. Ugyebár a FIFA 20-ban a második helyet értük el, és ebben a szezonban bízunk benne, hogy bent maradok. 16-17-ben szerepelt utoljára az együttes, de a 16-17-es szezonig megszakítások nélkül 13 év után újra a Premier League-be szerepelek, úgyhogy ezt a első részt láthatjátok tőlem. Egy nagyon jó mérkőzések a Newcastle, illetve a West Ham United ellen, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Sunderland, till I die. Sziasztok! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Sunderland stadionjából, ahol nem sokára megkezdődik a 2020-2021-es évannyitó mérkőzés, ahol láthatjuk a Sunderland Newcastle United csapatát, hiszen mind a kettő csapat kicserélődött a nyár folyamán, főleg a hazai gárda, hiszen Gulácsi Péter, Luik Négo, Saints Maximim is ott van a kezdőben, illetve Cristiano Ronaldo személyében, hát bízunk benne, hogy egy nagyon jó mérkőzés van kilátás. Saint Maximim, lehet Bitter felé, nagyon jó az alap, de nem tudnak felszabadítani. Most már felszabadulhat a kapu, Tuanzebe, Wright, Vajk felé, nagyon jó a labda, és szabadrugás következik. Szabadrugáshoz jut a Sunderland csapata, Laskell lesz a szabálytalankodó, a 19. perc végén, most már a 20. percben vagyunk. A játékvezető nagy sprinttel oda megy hozzá, de nem csak szóba figyelmezteti a játékost, hogy többet ilyet ne csináljon. Hát bízunk benne. Itt látható valóban szabálytalan volt ez a lépés. Na nézzük. Ezt Ronaldo fogja elvégezni. 20. perc. 21 métertől a kaputól a labda. Ronaldo. Nagyon jól. Nagyon jól csavarodik a labda! És Dubravá. Nagyon szép az indítás. Saint Maximin indul meg a szélen. Megtolja azt. Ott már be is sprintelt a 16-oson belül. Már be is sprintelt. Már csak a jó beadás. Jó beadás Ronaldo felé! És ott a gól! Megszerzi a vezetést a Sunderland csapata. Rögtön az új igazolás Cristiano Ronaldo találatával. Vezet a Sunderland. Nagyon szép góllal, és ő rögtön letette a névjegyét. Ronaldo, hát nem hiába igazolták le a Juventus csapatától a nyáron. Úgyhogy egy nagyon jó erősítés lesz, és az is bízunk benne, hogy a középcsapatként, nem csak középcsapatként, hanem esélyesek az Európa Ligába, vagy éppen a Bajnokok Ligája selejtező sorozatába. Ronaldo találatával vezet a Sunderland. Rögtön megszerzik a vezetést a hazaiak. 29. percben tehát. Nézzük a szögletet. Időzárásaként. Saint Maximin indulhat meg. Most már jöhet a gyors kontra. Négy védővel a szemben. Saint Maximin nagyon lassan térnek vissza a Newcastle játékosok. Saint Maximin. Maximin 2-0. A 45. perc végén. Egy nagyon gyors kontratámadás végén. Rést talál a pajzson ismételten. A Sunderland csapata is 2-0-ra módosul az állás. Az új igazolás, a másik új igazolás, Saint Maximin találatával 2-0-ra vezet a Sunderland csapata 45 percnyi játék után. Nem engedi ki a vezetést. Igen, ott volt egy folyosó, a hosszú beltekerte a labdát Maximin, és ezzel a találattal 2-0. Még indulhatna egy gyors támadás, nem indulhat egy gyors kontratámadás, hiszen véget ér az első 45 perc, ahol Sunderland Newcastle 2-0, innen jövünk majd hamarosan a folytatással. Ronaldo. Ronaldo tolja meg a szélen, megtolja azt, eléggé jól lerázza a védőjét, Ricsit. Ronaldo még mindig, Ronaldo, már csak be kell adni, beadja, Maximin, 3-0. A 70. perc végén hiába támad a Newcastle csapata, és végül gól a vége. Hát ahogyan az lenni szokott, a sok kimaradt helyzet megbosszulja magát. Mondjuk nem is volt annyira komoly helyzet a Newcastle-nek eddig. 3-0, ezzel már eldőlt a mérkőzés.
Bár még nyilván hozzáteszem, hogy még csak a 70. percben vagyunk, tehát bármi megtörténhet. Szépített akár a Newcastle. Tuanzebe. És szabadrugás lesz a Newcastle-nek. Ahogyan mondtam, eddig nem volt helyzete a Newcastle-nek, de most óriási lehetőség a becsület gól megszerzéséhez a 91. percben. Na nézzük. Shelvey, 31 métertől a kapott labda, átíveli a labdát, Almiró felé, és elkerül, elmegy a kapu előtt keresztbe. Hát azt ott sikerült kihagyni. Itt a fejes, ott egy folyosó, Gulácsi csak nézte, és tudta, hogy mellé megy ez a labda. És itt a vége a mérkőzésnek, most már nincs vége a támadás, nem adj időt a támadásra. Kedves nézőink, a Sunderland csapata meglepetésre győzelemmel indítja a bajnokságot, mondjuk, hát ez nem csodálom, hiszen teljesen megérdemelten itt tartja itt a 3 pontot, ahol a Newcastle United ellen nagyon jó mérkőzést láthattunk, én azt hiszem, bár mondjuk ez még csak a szezonnyitó mérkőzés volt, de bízunk benne a jó folytatásokban. Sunderland, Newcastle a végeredmény 3-0, viszontlátásra, a viszonthallásra. Jó napot, most már lassan már jó estét kívánok a kedves nézőknek. Tisztelettel köszöntöm Önöket a West Ham United stadionjából, ahol nem sokára megkezdődik a Premier League második fordulója, és ebben a párosításban a West Ham United Sunderland mérkőzést nézhetjük végig. Mind a kettő csapat egyébként felemás szezonnyitón van túl, hiszen a hazai drukkerek picit negatív, a vendégek meg egy pozitív mutatóval rendelkeznek, hiszen a West Ham 2-1-es vereséget szenvedett a Leicester City otthonában, még a Sunderland 3-0-ra győzött hazai pályán a Newcastle United ellen. A képen látható Saints Maximin 3 góllal egyelőre a mérleg ebben a bajnokságban az új igazolás. Ott van mellette Loic Négo. Hát bízunk benne, hogy folytatódik az a tendencia, és pontot vagy pontokat akar rabolni a vendégcsapat. Az biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzésre van kilátás. A szokásos készfogások természetesen a mérkőzés előtt, és úgy jól látom, ugyanaz a kezdő 11 lép pályára a vendég csapatnál, ami a 3-0-as győzelmet aratták. Természetesen a nagy kivetítőt is láthatjuk, és a szurkolókat. Saint-Maximin indul meg nagy lendülettel a 14. percben, lerázza a védőit. Saint-Maximin, már csak egy jó beadás. Elövi a rövidbe, és megszerzi a vezetést a Sunderland csapata. A 12. percben megszerzik a vezetést a vendégek. Ha hosszút mondtam, akkor elnézést. A rövid belőtte Saint Maximin. Negyedik gólja ebben a bajnokságban. Rögtön a negyedik gólját is leteszi a nigériai játékos. Nagyon szép góllal vezet a Sunderland. Tulajdonképpen az operatőrt is kilőtte majdnem a lövésével. Maximin. Haller. Masuaku pedig kiléphet. Masuaku. Ott a jobb beadás. Gulácsi véd. És Hume. Kirúgta a gólvonalról, kérem szépen. Az még nem volt bent, úgy tűnik. Haller. Haller még mindig nem tudna felszabadítani a vendégek. Lanzinin, Lanzini Gulácsi! Na most azért most már nyújtózkodni a kérjelet Gulácsinak. És meg is nézhetjük, hogy bent volt-e vagy nem. Ez a labda. És igen, ahogy mondtam, nem volt bent, nincsen gól. Hum, jókor, jó időben a gólvonal előtt tudta ezt kirúgni. 23. perc. Lanzini szöglete. Ott a fejes, Gulácsi kiesett a kezéből a labda, és ezzel ott a felső lét, ott a kipattanó, és egyenlít a West Ham United. A 24. percben egyenlít a hazai csapat egy olyan góllal, és egy olyan bakiból Gulácsitól, ami nagyon ritkán látható, hogy kiesik a kezéből a labda. És ezt könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. 1-1. Igen, itt kiesik a kezéből a labda, az első részt az egyik, az a hazai játékos a felső lécet találja, de utána kipattanóra érkezik, és könyörtelenül bevágja a kapuba, hát üres kapus gól. 1-1. Lenzen, Haller, ott a gól helyzet, és megfordítja a mérkőzés állását a hazai csapat, Haller a gólszerző, és Tuanzebe megsérül a mai mérkőzésen a vendégcsapatnál. Hát ez
Nagyon alapos idegzuhany, nem csak attól, hogy megsérül a játékosuk, hanem hogy már meg is fordítja a mérkőzés állását a West Ham. Hosszú be előtte. A játékos. Gulácsi már nem tudott már rányújtozni. Hát igen, a vendég vezetőedzőnek a tekintetét láthatjuk. Sebastian Haller találatával 2-1 a 40. percben. Különben ebbe is lejött Ronaldo. A szép kiugratás Négó felé. Négó még, már csak be kell adnia. Leadja a sóvelnő! Én már bent láttam, de itt az első félidő vége, ahol nagy meglepetésre megfordította a mérkőzés állását a West Ham csapata, úgyhogy egyelőre 2-1-re vezet a hazai csapat. Innen jövünk majd hamarosan a folytatással. Masuaku. Fornals. Átrapaszolja Balzbuénának. Sucsek. Lanzini. És jó labdaszerzés Hummétól. Ronaldo. Elveszíti, mert az még megvan, még Humme. Jó meglátás, Saint-Maximin. Szép labda. Ronaldo helyzetben. Gól! Egyenlít a Sunderland az 60. perc végén. Cristiano Ronaldo második gólja ebben a bajnokságban. És ahogyan láthatják, aki kitalálja, hogy milyen gólörömet láthattuk, inkább elárulom, a Marcelo féle gólörömet láthattuk Ronaldótól. Ronaldo találatával 2-2 a mérkőzés állása. Visszajön a mérkőzésbe a Sunderland csapata, nem adja fel. Marad a 2-2. Nos, hát 2-2 pont, hogy az. Nézzük ezt a szögletet. 67. perc vége. És büntető. Büntetőhöz jut a Sunderland csapata. Az első büntetőt láthatjuk ebben a fordulóban. Hát nem tudom, hogy az első fordulóban voltak-e büntetők, de szerintem nem. Most ez a szezon első büntetőjét láthatjuk. Úgyhogy lássuk. Ronaldo megszerezheti ismételten a vezetést a Sunderland csapata, és meg is szerzi. 68. perc vége, 69. perc, ismételten megszerzi a vezetést a Sunderland csapata, 3-2. Ronaldo kíméletlenül bevágja a bal alsóba, a jobb oldalra számított a hazai hálóőr. 3-2. Ronaldo egy harmadik gólja a bajnokságban. Konaté, Fornals, Sucsék, Lanzini, nem rossz az oda. Lanzini lő! 3-3! Kérem szépen! 3-3 a mérkőzés állása. A West Ham United, itt a dráma. 5 perccel a vége előtt, 3-3. Kiegyenlít a hazai csapat. Kicsúszik a győzelem a Sunderland kezéből, és nem tudja. Hát Gulácsi ezt nem tudta hárítani. És miért is lényeges? Mert itt bevágódik, itt becsapja, hogy odapasszol a hazai a csapattársának Lanzini, de nem jött össze. Kicsúszik a győzelem. 3-3. És itt a mérkőzés vége. Hát kedves nézőink, azt gondolom, hogy megérdemelt a pontosztoskodás mind a West Ham United számára, mind a Sunderland részére, hiszen egy győzelem, illetve egy döntetlen az nem rossz, de a West Hamnek egy vereség is egy döntetlen, legalább sikerült pontot szerezni a vendégcsapatnak a West Ham otthonában. A West Hamnek viszont egy pont szerzés hazai pályán. A végeredmény West Ham, Sunderland 3-3, viszont látásra, viszont hallásra.